Na, sziasztok! Itt vagyok Mezőtúron, és ezt a kis mini vasúti emlékparkot mutatom be nektek. Itt van egy vízdalu. Ugye ebből töltötték fel a gőzösöket vízzel, és itt egy sínautó. Nézzétek! Ugye, régebben ilyenekkel járták be a vonalakat, és ellenőrizték a vágányt. Hát, tudtam, hogy ilyeneket manapság már nem használnak. És itt is van, hogy és Mezőtúrállomás története is itt megvan. Ugye másik oldal jobb a megvilágítás is. Akkor innen, nézzük itt. Hát igen, vonalbejárások, nem ilyen jól jön egy ilyen autó. És itt van egy alakjelző is még. Hát ez már a kapcsolókért, ez már nem a berendezés része. Körbejárjuk. Én látom, hogy belül nem lehet megnézni, nagyon koszos az összes ablaka. És akkor majd már itt vagyunk, akkor bemutatjuk a vasútállomást is. Végül is van még a következő vonatig, vagy 40 percen. Hát, így néz ki. Ugye nemrég kapott 2008 és 2012 között egy komplett felújítást. Megépültek a széles pedonok, azt jelentjátok meg. Meg aluljáró és lift is épült, azt majd később megmutatom. És hát itt van, ugye több vágány is van, de van ugye három pedon. És itt a BZ az majd Szarvas és Mezőhegyesre fog menni. És itt a, hát az első vágány, ezt ritkán használják. Ennyi, hát meg itt van egy bakban végződő, amit meg szerintem már egyáltalán nem. És itt van a tábla a felújításról. Ja, ott is volt, hogy 2013, ja, hát igen, csak ez már a szajolgyoma. Tehát kéne a 2015-ben fejeződött be. Egyébként a túloldalt van még egy fűtőház is, meg még egy régi ilyen víztorony is, jól emlékszem, vagy... De hát azt majd odáig eljutok, akkor megmutatom, ugye az emlékparkot már megmutattam, majd az utcafrontot, meg a várótermet megpróbálom még bemutatni nektek. És itt van az épület felőli oldalon a... Igen, hát itt vannak padok, itt volt egy resti is, az már sajnos bezárt. Gondolom, hogy a szokásos okok miatt, hogy volt néhány év, amikor a MÁV ingatlan az drasztikusan felemelte a bérleti díjakat minden ilyen helyiségnél, meg akár még régi lakások, vagy szolgálati lakások voltak, és akkor emiatt nagyon sok most üresen áll. Helyiség is, lakás is, hát valószínűleg az is így járt, hogy a magasabb bérleti díja már nem érte megüzemeltetni. Hát jelentve van a váróterem, hát ugye itt régen át lehetett menni közvetlen a vágányokhoz, most már nem lehet, le is van kerítve. Úgyhogy csak az aluljáró lehet átmenni. De ez bizonyos szempontból hátra egy ilyen felújításnál, hogy sokkal egyszerűbb volt kivenni az első vágőzem eddig a felújítás előtt. Hát most meg már ugye aluljározni kell mindenképpen, ami sok csomaggal nem olyan jó. Hát akkor nézzünk szét az épületbe, és ugye van külön WC, ugye a felújítás mindenki. És ez volt régen a nem dohányzó váróterem. Nem tudom, ez most működik-e. Szerintem már nem, ezt beszállták. Igen. De régen ez volt a nem dohányzó váróterem, amikor még ugye lehetett dohányozni külön, hát itt meg a női WC, másik a férfi, de ki is van írva. Na, kamerra megtalálja a fényt, akkor meg lesz. Márháza volt, meg szerintem ott majd adabáró fuvarozás volt, ez akkor volt érdekes, hogy itt lehetett a csomagokat feladni. És itt van a, hát a felújított vasútállomás. A pályafelújítás mellett a vasútállomás épületét is felújították. Ez még azt hiszem eredeti tiszavidéki vasúti. És elég nagy, hát ez az utcafronti szín. Vagy hát ez az utcafrontja. Azért benne a várótetelemben még első két pénztáradnak is van, abból egy működik. Hát itt még egy kiadás is van. Tehát azért benne sokan vannak, úgyhogy most inkább nem videózok. És régen az emeleten szolgálati lakások voltak, lehet, hogy most is üzemel egy-kettő. Van aztán az állomáshoz tartozó B plusz-szel, meg B plusz-szel parkoló. Ugye látjátok, hogy biciklit itt lehet hagyni, meg autóval is ide lehet parkolni. És hát használják is.
És itt volt a régi lakodó, látjátok, ott még az oldalakodó is volt, az árulaktár, és ugye a túloldalt megyem, ott vannak a sinek. És ott lehetett a vagonba belakodni. Hát ezt így ritkán látja az ember, mert ideig nem szoktam eljönni. Ugye ez már az utasforgalom, itt a területtől távolabb esik. És hát itt volna a rakodó. Látok, hogy itt van a rámpa, tehát egész eddig fel lehet hajtani. Még ott egy négy ütemű talabant, az még kis érdekességként, de már még rendszám nélkül, tehát szerintem ez már sorsára van itt hagyva. És hát itt van az állomás, ott látszik a liftakra, tehát meg az aluljáróként kiadásaiként a sinek alatt is végig megy az aluljáró, tehát át lehet menni itt a túloldalra és a sinek mögötti területre is. És aztán ez az épület, ez egy víztorony volt, vagy lehet, hogy ez a váltókezelő torony, vagy nem tudom, ami ilyesmi, de azt nem tudom, hogy pontosan mi akar ez lenni. De régebben ilyen víztorony épületek, az sok állomáson voltak, amik így néztek ki, de ezt így most nem merném így pontosan állítani, hogy ez micsoda. Viszont itt a vágányhíd mérleg, tehát a tehervagonokat itt mérlegelték, itt van maga az épület, ebben volt a mérleg, és ott mögötte, csak az nem nagyon látszik, de majd ugye mutatom, az pedig ott az élő állatlakodó volt, tehát ott ezen a rámpán lehetett felhajtani az élőket, tehát mondjuk mint olyan disznót, tehernet, meg ilyenek, amiket ugye vagon, tehát amit vasúton szállítottak akkoriban, és akkor ott a messze távolban, csak addig elmenni meg már nincs idő, az egy fűtőház, és úgy tudom, hogy most is van lakója. Hát oda azért a tárolás céljából azért visznek be mozdonyokat, és ott van még aztán ez a BFC-nek van itt még egy telepe, és akkor ott az egy plafontapasztó ott a háttérbe, a felső vezetéket javítják vele. És akkor ott a messze távolban, be kell bezumolni. Ott a tojásjelzőnél az a két vágány, amik ilyen meg az igaz, az egyik az a mezőtúl túlkeve vonal volt, amit 1970-ben szüntettek meg, annak a kiágazása, és azért maradt meg, kihúzó vágányként, meg iparvágányként, mert egy tüzéptelep az használta még a vonal megszüntetése után, és nem tudom, hogy most van-e rajta forgalom, szerintem már nincsen, de egy tüzéptelepig a sinek megvannak. Sajnos arra most nincs időm, hogy kisétáljak a fűtőházig, meg a kiágazásig, mert körülbelül 20 perc múlva indul a vonat, és szerintem az lesz az, amíg ott áll bent. Egy másik állomásra is el fogok menni, és majd ott onnan is csinálok videót. Ami szintén egy ilyen érdekesebb dolog, de egyébként így csinálok a rakodón, és ez volt az a hely, ahonnan ugye beállt ide a tehervagon, és akkor így nagyjából szintben lehetett belakodni. Hát így az oldalrakodó, amikor még ugye több árufordozás volt, meg tolatós tehervonatok. Ugye ez, hát ez így a múltban. Most manapság már egyik sem létezik. A darab áruszállítást azt már nagyon régen megszüntették, talán még a 70-es években. Ugye még a közlekedés politikai koncepciónak egyik része volt ez is, hogy darab árut már vasúton nem szállítanak. Régebben pedig még az is egy egészen ugye, népszerű szolgáltatás volt. Ugye a manasság már nem biztos, hogy megélne, mert ugye erre van gyorsabb, meg jobb megoldás is, tehát mondjuk a postának a logisztikai üzletága, ami a csomagszállítással foglalkozik, vagy egy futárszolgálatok, ami gyorsabban elviszik közúton. És hát, nézzétek meg, így néz ki az aluljáró. Ugye ez az a kiállat, ami mellett eljöttem az előbb, ez vezet fel itt az épületen túlra. És itt is itt lehet a pénztárnak felemenni. Egyébként akadálymentesítés liftekkel oldották meg, és működik, az előbb kipróbáltam, működik. Viszont, és az aluljáró meglehetősen tiszta, nincs összefirkálva, ami érdekes, mert úgy látom, hogy bekamerázva nincsen. A mezőmerényi be van kamerázva, és az is ilyen marad, de hát lehet, hogy erre kultúráltabb népek élnek, és nem teszik tönkre azt, ami már van. Ez minden esetre jó jel, és hát sokat tanulhatnának a itteni népektől egyes más környéken lakók, ahol az átadás után egy hónappal már tele van grafitizve, meg filkálva, meg össze-vissza van törve minden. Igen, mondjuk a negatív példának tudnám hozni mondjuk Balos telepet, amit egy nem kellett egy év, és totál szétverték. Hát az utastájékoztatókat összetörték, az a teljes állomást összefilkálták, meg ellopottak mindent, meg összetörtek, amit nem lehetett ellopni, azt összetörték. Hát ilyen padokat, meg a szemetes kukát, meg mindent onnan eltüntettek. Hát igen, épült egy megálló semmi közepén, és kispórolták a kamerákat, amit nem kellett volna. És akkor itt van a kiállat, itt pedig úgy találtam, hogy egy rámpás van, de erre se jártam még. Hát igen,
Ez már így a sínek alatt átjöttünk teljesen. Ez már csak arra szolgál, hogy azt a részét a városnak, ami a sideken túl van, az könnyebben meg lehessen közelíteni. Akkor viszont menjünk vissza, mert mindjárt indul a vonat. Hát akkor itt nagyjából el is tudok köszönni. Ez volt a mezőtúrállomás bemutató videóm. Én most felszállok a vonatra, és megyek egy másik állomásra, majd fogjátok látni egy másik videóba, hogy az melyik. De szerintem ez lesz az a vonat, ami nekünk kell. Igen, igen, a személyi vonat. Tökéletes. Akkor gyerünk. És hát látjátok, itt áll benne a vonat. Körülbelül 10 perc múlva indul is. És akkor még egy nyomos lábkép az állomásra. Innen jobban látszik a felvételi épületnek a vágányok felőli oldala is. És akkor halljuk a hangos, mit mond. Ennyi, és nekem is ezzel kell menni. Itt van a hűtőház, és ott van a felső vezetékesek telephelye. Nem tudom, a szélzajból mi fog hallatszódni. Itt talán kevésbé fog bezavarni a szélzaj, de hűtőház mellett most jött és a felső vezetékesek. És akkor itt el is köszönnék most már tényleg, úgyhogy sziasztok, majd találkozunk egy másik videóban.